korunk követelményeinek a legtöbb szempontból megfelel majd az az új, modern szakoktatási központ, amelyet hamarosan Csíkszeredában alakítanak ki. Az erre vonatkozó megállapodást nemrég a tanügyminisztériumban írta alá a székelyföldi önkormányzat vezetője. Arról, hogy mennyire fontos a térségnek egy ilyen oktatási központ kialakítása, milyen jövőt ígér majd azoknak a fiataloknak, akik ott tanulnak valamilyen szakmát, és hogy mennyire nehéz újraéleszteni a korábban méltánytalanul elsorvasztott szakoktatást, arról az új központnak helyet adó Csíkszered a polgármesterével, Korodi Attilával beszélgetünk, vendégünket online kapcsoljuk. Jó estét kívánok, köszöntöm a Mozaikban. Jó estét kívánok. Sokan megfogalmazták már, hogy mekkora igény lenne a képzett mesteremberekre szerte térségünkben, csíkszeredai városvezetőként. Hogy látja, mit jelent majd a térségnek az ott kialakítandó új oktatási központ? A legfontosabb az, hogy a minden szakoktatás is legyen kapcsolva a gazdasági élettel. És ez egy óriási kihívás. Én azt látom, hogy az elmúlt 30 évben egy a kommunizmus diktatúra idejében bevett szokásrendet teljesen eltörölve a gazdasági szféra, a vállalkozás fel kellett fedezzék újra annak a szükségességét, hogy az oktatási intézményekkel együttműködve keressék az új munkaerőt azokhoz a gépsorokhoz, tevékenységekhez, fejlesztésekhez, amelyek nélkül ők nem tudnának boldogulni. Másik felől pedig a szakiskolák is saját bőrükön kellett megtapasztalják azt, hogyha nem tudnak a munkaerőpiacra, a vállalkozások számára, az otthoni, a regionális vállalkozások számára jó munkaerőt kibocsájtani, akkor gyakorlatilag levegősé válik a szakközépiskola, a szakiskola, és valaki, ha elvégzi, az azért végzi, hogy nem mondják, hogy nem végzett iskolát. Ezért ez a kettő együtt érett, és azzal, hogy most már lassan 3,5 éve tudatosan egy gazdaságfejlesztési programot indítottunk Csíkszeredában, a több fél rájött arra, hogy ezeknek az összekapcsolása az elengedhetetlen. Néztük is azt, hogy a szakiskoláknál legfontosabb az, hogy egy jó párbeszédben legyenek a vállalkozásokkal, a vállalkozásnál pedig az, hogy ismerjék őket, tudjanak róluk, tudjanak a saját elképzeléseikről, tevékenységről beszélni, számolni, és rá munkaerőt toborozni, munkaerőt képeztetni. Nem egyszerű a feladat, de ha azt mondjuk, hogy duális képzés, akkor a modern nyelv terminológiát használva az új világ erre ad már megoldást, Nyugat-Európa rég használja. Mi csak egy dolgot tettünk. Mindenkit egy asztalhoz ültettünk, azt mondtuk, hogy mi középen vagyunk, mi szervezünk, alakítsunk egy konzorciumot, és létrehoztuk Románia a legnagyobb szakközépiskolai konzorciumát, amelynek az életképességét majd azt fogja igazolni, hogy tényleg 4-5 év múlva a végző diákok hány jó munkahelyet tudnak majd elfoglalni. Azokban a vállalkozásokban meg egyre inkább nőnek. Tehát be kell vallani, a magántők, a magánszféra azért bármennyi és keveset beszélünk róluk, nagyon szépen fejlődik a régióban. De amúgy nézzük konkrétan, milyen lehetőségeket teremt majd ez az oktatási központ azoknak a fiatal diákoknak, akik majd ide jelentkeznek. Említette a jobb lehetőségeket, a jobb munkahelyeket. Gyakorlatilag a fiatal, aki elkezdi mondjuk 9. osztályban a képzését, ő tudni fogja azt, hogy ha olyan szakot választ, ami duális képzésben zajlik, tehát el tud menni vállalaton belül dolgozni, közben néhány hónapon iskolán padokjain belül dolgozni. Azt tudja az, hogy olyan gépekkel fog találkozni a szakműhelyekben, amelyeket fog használni nagyobb léptékben egy vállalatnál. Tudja azt, hogy évente több hónapot eltölthet felnőttek között azokban a vállalatokban, ahol majd ő megtalálhatja, meg tudja keresni a kenyerét, és megtalálhatja a következő évekre az értelmét annak, hogy ő dolgozik. És azt is tudja, hogy ha ő tovább szeretne tanulni, akkor a Szapienci Erdély Magyar Tudomány Egyetemen belül vannak pont olyan szakok képezve, amelyek az ő szakközépiskolai vonalán egészen egyetemi diplomáig tudják őt támogatni, tanítani. Ez az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy aki munkát akar vállalni, az könnyebben tudja munkát találni, mert kapcsolatban lesz a vállalatokkal, és folyamatosan úgymond mentorálva lesz, segítve lesz. Másik felől pedig, aki tovább szeretne tanulni, azt mondja, hogy én megtapasztaltam azt, hogy én képes vagyok egy egyetemi szintű oktatásban is elsajátítani a mérnöki oldalát mondjuk egy vállalati tevékenységnek, akkor azt is meg tudja tenni, mert a szakokra van leképezve visszafele középiskolai szinten az a
vertikális besorolás, ahol egy szakközépiskolai iskolai tudást majd tovább tud folytatni egyetemi szinten is. Úgyhogy szépen ki van találva, ügyesen ki van találva, és az a jó benne, hogy 22 partner dolgozik együtt, 4 szakközépiskola, egy egész egyetemi háló, amely magában Csepp-Szentgyörgyöt, Csíkszeredát, Vásárhelyt, Kolozsvárt, 3 nagy vállalkozói szövetség, egy nagy szociális szolgáltató, és hogyha jól számolom, akkor még maradt pontosan 13 nagy regionális vállalat 3 megyéből. Úgyhogy egy nagy, nagy csapat dolgozik azért, hogy tényleg a diákoknak adjunk egy jobb életpályát. Amúgy a gyakorlati szempontból erre biztosan lesz kapacitás? Itt arra gondolok, hogy korábban a tanulók a szakiskolák tanműhelyei mellett a különböző gyárakban és üzemekben tapasztalt mesteremberektől leshették el a szakmát, és megtörténhet-e ez például ugyanígy a jelenben is? Hiszen nagyon sok mesterember azóta nyugdíjba ment, ott hagyta már az életpályájának ezt a szakaszát. Lesz-e ki megfelelően tanítsa, oktassa ezeket a diákokat? Gyakorlatilag a mai mesterségeknek a tudói, hogyha megnézzük az új gyárakat, megnézzük az új termelési egységet, és főleg itt iparról beszélgetünk, vagy éppenséggel a turizmust is, vagy a szolgáltatásokat, akkor azt mondhatom, hogy mostani 40-es, 50-es generáció is legalább annyira kifelkészült. Mert az új világ, új időknek új szakemberek kellett megfeleljenek, ha más nem, akkor autodidakta módon, de elsőt megtanulták ezeket. Viszont az is fontos, hogy nagyon sok jó szakember most már kerül vissza a nagyvárosokból a kisebb székelyföldi régióba, egy Csíkszeredába is, és ezekben a vállalatokban ők elhelyezkednek, tehát van ahonnan tanulni. Én most elmondhatok egy álmot. Az én álmom az, hogy most már a diák egy számítógép által vezérelt speciális esztergagépen úgy tudjon tanulni a szakközépiskola műhelyében, hogy utána, ha mondjuk elmegy a Csíkszeredában letelepedett egyik német tulajdonú finom mechanikával foglalkozó vállalathoz, akkor ott is ugyanazt a gépet be tudja kapcsolni, el tudja indítani, és könnyebben meg tudja érteni, hogy az ottani mesterek mit várnának el tőle. De ez érvényes a környezetvédelmi vonalra, élvényes, az élelmiszeri vonalra, tehát minden egyes ágban, itt 5 szakágról beszélgetünk, minden egyes szakágban most már megvan teremtve annak az alapja, hogy össze tudjuk kötni a váltoknál lévő tudást szakiskolai tudással. Az egyik alapja a campus projektünk elindításának az az, hogy műhelyeket építünk, de ami legfontosabb, hogy a műhelyekbe olyan gépeket, berendezéseket akarunk behelyezni, amelyeknek a karakterisztikáját a vállalatok mondják meg. Ők mondják meg, hogy mit szereljünk be, mert nekik olyan gépeik lesznek, és abból egy kisebb sorozatszámú, de ugyanolyan tudással és komplexitással rendelkező géppel már a gyerekek gyakoroljanak iskolai környezetben is. Úgy tudom amúgy, hogy 5 féle szakképzést választottak ki. Hogyan döntötték el, hogy melyik legyen ez az 5 féle szakképzés? Melyik legyen ez az 5? 5 szakág, mert azért azon belül szertágazó, nagyon egyszerű szakmákra lehet ezt bontani, de a szakágok azok, amelyek bennünket körülvesznek. És körülvesznek úgy a cégek világában, mint körülvesznek a Szapienci Erdély Magyar Tudományi Egyetem egyetemi oktatási rendszerében is. Azért, hogy a diák vagy munkát vállalva a szakközépiskola után, vagy egyetemre tovább menve tudja folytatni ugyanazt a kurikulát, ugyanazt a tanulmányi útvonalat. És abban a témában legyen jó szakember, amelyet ő választott magának. Úgyhogy ez az 5 szakág, ezek ernyő szakágak, ilyen akár a szolgáltatás része, amely turisztikát is magába foglal, de ilyen az élelmiszeripar, vagy éppenséggel a fafeldolgozóipar, vagy ilyen az automatizálási rész. Az automatizálási rész mögött nyugodtan benne van az is, hogy valaki egy nagyon jó mosógép összeszerelő műhelyben, vagy javító műhelyben fog dolgozni, de az is benne van az automatizálásnál, hogy ő kisebb automatikát összeszerelő gépcsarnokban is tud majd munkát vállalni. Tehát a szakok úgy vannak kitalálva, hogy feleljenek meg az itteni vállalkozási szféra munkaerőigényének, és az egyetemen is lehessen tovább folytatni abban a szakágban valamilyen szakképesítést. A felvezetőben, illetve a beszélgetés során is többször elhangzott már, hogy egy teljesen modern központ kerül megépítésre. Azon túlmenően, hogy nagyon újszerű gépek lesznek a különböző műhelyekben. Mondjuk még el a diákoknak, hogy ez pontosan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy például most átadtunk a tavaly egy tiszta új műhelyrendszert. Ezt azért mondom el, hogy már elindultunk ezen az úton, vagy az, hogy a 2 évvel ezelőtt az egyik műhely csarnokban fa megmunkálási gépeket, az 1970-60-as években oda betelepített fa megmunkáló gépeket cseréltük le újakra városi költségvetésben. És akkor megbátorodva kezdtünk el, úgyhogy meséltem ennek is nagyban gondolkodni. Ez az egész kampuszrendszer ráépül a csíktaplocai 7 hektáros szakközépiskolai kampuszunkra, ahol van hely kibontakozni. Lesz új bentlakásépület együttes építve, lesz új osztályterem, tanműhelyek rendszere építve, új szaklaborok lesznek építve, új tornaterem lesz építve, új olyan közösségi tér lesz építve, amely a 3 szakközépiskolát, amely ott van, a Kós Károly, a Vence és a Kányán szakközépiskoláknak ad egy közös találkozási teret. És szakmailag viszont a nem csíktaplocai központtal rendelkező, hanem a Kalászegyetben lévő Székely Károly szakközépiskola is be fog kapcsolódni, de ő már fejlesztve van abban az övezetben, ahol létezik, úgyhogy gyakorlatilag ők csak a tananyag kibővítésében és a partnerségben és a cégekkel való kapcsolódásban fognak bekapcsolódni. Ön szerint a diákok élni fognak ezzel a lehetőséggel, hiszen régebben azt mondták, hogy nagyon sok szakiskolát éppen azért zártak be, voltak kénytelenek bezárni, mert senki nem akart szakmát tanulni. Gyerekek szeretnek mindig a szakmát tanulni, szeretnek praktikus dolgokkal foglalkozni. Nem akar mindenki értelmiségiként egy értelmiségi életvitelben végén egy életet, mert az csak annak való, aki azt szereti. Szóval az a szép az emberi társadalomban, hogy többfélék vagyunk. És a legtöbb ember szereti az egyszerű, praktikus, normális dolgokat, nem az elvont dolgot. Ebből kifolyólag, hogyha mi fel tudjuk mutatni azt, hogy a szakközépiskoláinkban modern technológiával tudnak tanulni, mert tudják tanulni a szakmát, attól kezdve ez vonzóbbá válik. Most is a szakközépiskolai, szakiskolai iskolapadok tele vannak diákokkal. A kérdés az, hogy ezt jókedvel, tudatosan vagy véletlenszerűen vállalják. Legtöbb esetben sokszor ez véletlenszerű vállalás, mert nincsen nekük egy olyan életképük, amely összeköt egy vállalatot, amelyet meg tud mondjuk látogatni 7-esként, 8-osként, egy középiskolai oktatási osztályteremmel és egy tanműhelyen, és egy akár tanári gárdával is. Itt ami nagyon fontos még, hogy a szakközépiskoláink tantestülete is meg kell próbálnak azonosulni ez az új módszertannal. A tanműhelyekben olyan mestereket kell majd behozzunk, akik képesek lesznek együttműködni a váltónál dolgozó mesterekkel. Tehát lesz számos olyan strukturális váltás, ami jó irányba fogja megerősíteni a szakoktatást, és végső soron mi fogunk nyerni székelyföldiek, mert független attól, hogy valaki Nyáradszeredán jön Csíkszeredába, Székelyudvarhelyről, Sepsentgyőrről, ezért a szakokért, vagy éppenséggel Csíkszentkirály vagy csíkszeredai, ugyanolyan élménnyel fog tanulni ebben az iskolában, mert tudja, hogy egész Székelyföld térségben ebben a szakmában el tud helyezkedni. És végezetül kérem nagyon röviden, hogyan tervezik, mikortól fog működni ez a központ? Ez egy nagyon komplex történet. Először is kell egy egész 5 szakágra vonatkozó tanterveket megírni az egyetemmel együtt és az Apáczai Csere János oktatási központtal. Másik felől pedig kell építsünk legalább 4 sarkalatos tevékenységet lefedő épület együttest. Ez azt jelenti, hogy olyan volumenű munkák lesznek, amelyek optimális esetben 2 év alatt fejeződnek meg 2026 végére, de reméljük ezt tudjuk is tartani, viszont azt is el kell mondani, hogy a mi esetünkben is, és akár Sepsenyőt esetében is a minisztérium pont 1 évet késett a szerződés aláírással, tehát mi 1 évet vesztettünk ahhoz képest, hogy mondjuk Marosvásárhelynek kisebb értékű projektjére 3 éve van. De ahogy szokták mondani, súly alatt nő a pálma, ezért mi ezt is megtesszük és végigvisszük. Jó lenne, ha egyre többen felismernék, hogy egy-egy szakma megfelelő elsajátítása biztos megélhetést ígér. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát, sok sikert kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, mindenkinek jó hétvégét, és köszönöm, hogy erről a témáról beszélgethettünk.